140 éve, 1881. november 22-én Kecskeméten született Révai József, tanár, író, műfordító. Budapesten bölcsészdoktori és középiskolai tanári oklevelet szerzett, később teológiát is tanult. Előbb vidéki városokban, a nagykanizsai, a soproni és a szabadkai főgimnáziumban tanított, majd Budapesten volt gimnáziumi tanár és igazgató. A Tanácsköztársaság idején a Közoktatásügyi Népbiztosság középiskolai ügyosztályának vezetője lett, ezért 1920-ban állásából elbocsátották. Ezt követően szépirodalommal és népszerűsítő irodalommal foglalkozott. 1928-tól a Franklin Társulat lektora volt, 1932-től 1942-ig a Tükör című folyóiratot szerkesztette. Nyugalmazása után szépirodalmi műveket írt. Számos történelmi regénye, elbeszéléskötete és ókor történettel kapcsolatos tudományos és ismeretterjesztő műve jelent meg. Fordítói teljesítménye szintén jelentős, antik próza fordításai úttörő vállalkozások voltak. 1970. februárjában Kecskeméten hunyt el.